Sok szeretettel köszöntünk benneteket, Fruzsival itt vagyunk a Sunrise konyhájában. Szép jó napot kívánok én is! Fruzsi fog nekünk abban segíteni, hogy mint tudjátok, akik követik a csatornámat, hogy jó ideje használom ezt a termékcsaládot, a ClearSpring-et, és eljöttem ide a céghez, hogy megnézzem, még jobban megismerjem, és ezáltal nektek is megmutassam, hogy milyen termékek ezek, mennyire minőségiek, sőt, fogunk még pár ételt is készíteni. De most, Fruzsi, a tapasztalatodra lennék kíváncsi. Én, ha jól tudom, te ezeken az ételeken nőttél fel, ezekből az alapanyagokból készültek az ételek, már gyermekkorodban is. Mi a tapasztalatod, hogy érzed magad, mik a kedvenceid? Én erre például nagyon kíváncsi lennék. Igen, hát valóban így van, hogy napi rendszerességgel ezeket az ételeket fogyasztom. Szüleim ezt rakták fiatal koromban is elém, és mai napig is nyúlok nagyon szívesen ezekhez az élelmiszerekhez. Ezek főleg japán, de vannak köztük magyar élelmiszerek is. Az a lényegük, hogy az eljárásmód, ahogy készülnek, ezek nagyon ősiek, nagyon régiek. Itt van például ez a Manarax, ez a személyes kedvencem. Reggelente szoktam fogyasztani, és azt ajánlják, hogy két kanállal egyek belőle, de én nekem sokszor át is adom, igen, és csak meg milyen szép és jó illata van. Igen, én mindig illatozok. Számomra egy fontos információ. És mindig megeszem legalább a felét az üvegnek, annyira szeretem. És gondolom, energiát biztosít, ahogy látom, hogy mit tartalmaz az alapján. Illetve, ja igen, ami nagyon fontos, hogy organikus termékekről beszélünk. És ahogy említetted a japán termékeket, a cégnek nagyon fontos az, hogy hagyományos kézműves eljárással készülnek, tehát a több száz éves, vagy akár több ezer éves recept alapján. Így van, ott van például az a miszó, nyugodtan vett kézbe, az is milyen szép kis üvegcsomagolásban van. Igen, ez is 8. századig datálható vissza. Imádom az illatát. Nagy tölgyfa hordókban érlelik, és azért nagyon fontos élelmiszer ez, mert nagyon finom, szintén nagyon sok energiát biztosít. Én kenyérekembe szoktam enni például, de levesbe is nagyon jó. Fontos ugye az, hogy ne pasztörizáljuk, tehát amikor elkészít az étel, igen, akkor mikor utána kicsit kihűlt, akkor rakjuk bele, hogy a fontos erjedés során keletkezett enzimek és fontos tápanyagok, azok megmaradjanak benne. Többek közt az emésztő rendszerünkre is nagyon jó hatással van, illetve a bélflóránkra, ezáltal az immunrendszerünkre is. De amit még fontos tudni róla, hogy úgymond természetes ízfokozó, tehát mindennek nagyon fel tudja turbózni az ízét. Én például ezért is szeretem, bár te mesélted, hogy te kenyérre is van, hogy kened. Nekem ez új info volt, még így nem próbáltam ki. Látjátok, nyers séf is mindig tanul valamit. Igen. És amit még nagyon szeretek, például a macsa, a cég által forgalmazott macsa, az szerintem nagyon prémium minőségű, meg úgy általában mindenre elmondható, hogy igen, nagyon érződik. Ja, és igen, semmi felmesterséges hozzáadott semmi dolgot nem tartalmaz, például cukrot se így adnak. Így van, ott vannak a lekvárok, ami cukormentesek, és mégis nagyon finom édesek. Egyébként én a macsát azt azért szeretem nagyon, mert én nagyon kávézós voltam, nagyon sok kávét ittam, és nagyon szeretem azt a rutint, amikor én elkészítem magamnak reggel azt a meleg italt, és korábban kávét, és ez amikor úgy döntöttem, hogy kicsit tudatosabban étkezem már felnőtt fejjel, akkor a macsát kipróbáltam, és nagyon jól helyettesíti, ugyanúgy felpörget, ugyanúgy megvan az a rutin, hogy felkelek, és megiszom azt a meleg, finom italt, ahogy a kávéval is tettem. Szóval kiváló, finom
ital. Én is nagyon szeretem desszertekbe is, és egy másik nagy kedvencem is itt van, a jackfruit, mert többfajta ételt is készítettem vele. Tényleg nagyon különleges az állaga is. Igen. Én javaslom, hogy próbáljátok ki, pláne aki a vegán konyhát viszi otthon, hogy egyesek húspótlónak nevezik, tényleg olyan állaga van, tehát nagyon különleges. Elsőnek én Londonba ettem. Igen. Nagyon örülök, hogy ennyi különlegességet forgalmaztok, például az én élményvacsoráimat is igyekszem majd ezzel felturbózni, és alig várom, hogy ott is megkóstoltathassam veletek. Hol lehet a céggel találkozni? Van honlapunk. És a Facebookon is, és az Instagramon is elérhetőek vagyunk. Na, akkor a videó alá, a leírásba oda fogom tenni ezeket a linkeket, és látogassatok el a webshopban, nézzétek meg ezeket a nagyszerű termékeket, illetve a közösségi médián is kövessétek az oldalakat, és ha tetszett ez a videó, kérlek lájkoljátok és osszátok meg, hogy az ismerőseitek is találkozhassanak ezzel a nagyszerű termékcsaláddal. Köszönöm szépen a figyelmet, a legjobbakat. Sziasztok! Sziasztok!